25 éves a Fertőhanság Nemzeti Park. A negyed évszázad alatt sok minden történt Saródon, a Kócsagvárban, a Nemzeti Park központjában és természetesen a teljes területen. Ebből az alkalomból is hívtam meg Rejsol Gábor igazgató urat, akit sok szeretettel köszöntök. Visszettel köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Igazgató úr, azt mondtam, hogy sok minden történt ez alatt a 25 év alatt, ez így van, ugye? Hiszen valahol, valamikor 1991-ben a Fertőtavi Nemzeti Parkkal indult el ez a történet. Igen, így van, és ha megengednek a kedves tévénézők egy olyan megjegyzést, hogy ez egy, mert az én 25 éves itt tartózkodásom a Nemzeti Parknál és illetve a jogelődjénél, mert én 1991 óta dolgozom a Nemzeti Parknál, tehát gyakorlatilag a 1991. februári Nemzeti Parki hirdetés előtt egy héttel érkeztem ide, akkor hogy Nyugat-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóságnak hívták néhány hétig az intézményt. Utána megjelent a miniszteri rendelet, és azóta a Fertőtavi Nemzeti Park alakult meg 12.543 hektár területtel a korábbi Fertőtavi Tájvédelmi Körzetnek a területén. Hát nagyon nagy utat jártunk be azóta, kezdetben itt Sopronban volt egy székház, innen indultunk, vagyonkezel területeink is nagyon kevesek voltak, és hát azóta egy hatalmas fejlődésen mentünk át. Elkezdődött a Kulcsagvárnak, illetve a az első majorságépületnek, a Hidi Majornak, illetve Fertújlakon egy kutatóháznak a felépítése. Ez egy fár programból valósult meg, akkor eküben mérték, mert euró még nem létezett, ez az 1 millió 400 140 millió forintot tett ki abból, ebből sikerült felépíteni az azóta már azt hiszem közismerté vált nemzeti parkközpontot, a Kócsagvárat. <hállt> Kezdetben még néhány 100 hektár, 640 hektár, ha jól emlékszem, terület állt a Nemzeti Park vagyonkezelésében, azóta ez már 12.200 hektárra növekedett, elkezdtük az állatállományra való gazdálkodást, kezdetben hoztunk néhány bivajt, majd szürke marhát, és hát azóta ez már nagyon jelentős fejlődésen ment át. Ma már ott tartunk, hogy mintegy 1650 szürke marha, illetve 400 20 bivaj és mint egy 500 rackajuk eh, legalább területen. Ezeknek az állatoknak több eh, céljuk van, itt egyrészt egy genetikai rezervátumot képeznek, illetve a területeknek a karbantartását végzik, legelő területeket legeltetni kell, különben elgyomosodnak. Eh, a 25 éves évforduló kapcsán volt egy rendezvényünk, ez a Bika vásár volt, talán, hogyha már itt az állatállománynál tartunk, akkor erről is néhány szót ejtenék. Ugye az 1960-as években ez a szürke marha állomány genetikailag eléggé beszűkült, összesen 197 tehén és 6 Bika maradt fenn, és ebből kellett újra felfejleszteni ezt az állományt. <kül> és ö, ö, Szerencsére ez a hat bika, ez nem volt azonos vérvonalból való, és így most hat és majd plusz egy hozzájött, tulajdonképpen hét bika vérvonal van, és ezeknek a tenyésztése folyik a Nemzeti Parknál is, összesen három ilyen bika van az országban, Hortobágyon, Kiskunságon, illetve itt a Fertőhanság Nemzeti Parknál egyedüliként a Dunántúlon, immáron 10 éve folyt ez, ilyenkor felvezetjük a bikákat, bemutatjuk az érdeklődők ezeket, megnézik, aztán vagy vásárolnak, vagy eldöntik később, és így megy ez a tenyésztési program itt a Nemzeti Parknál is. Miben különleges egyébként a Fertőhanság Nemzeti Park? Hiszen ha jól tudom, akkor 11, most lehet, hogy nem jó számot mondok, 11 Nemzeti Park van Magyarországon. 10. Tíz, köszönöm szépen. Nemzeti Park van Magyarország területén. Mi az, amiben különleges a Fertőhanság? Hát a Fertő mint a az ázsiai sztyertórendszerhez tartozó, legnyugatabbi, ilyen sekélyvízű, szikes Tó, ez egy különlegesség, ilyen hasonló, ilyen méretben az országban nincsen. És különleges ennek a, a madárvilága, az élővilága. Hogyha egy kicsit úgy vesszük, hogy végignézünk a Kárpát-medencén, akkor itt kicsiben megtalálunk mindent. Ezt még elődöm mondta a Kárpáti igazgató úr, hogy ez olyan, mint egy tartalomjegyzék a könyvnek a végén, hogy itt 70-80 kilométeren belül megvan a magas hegység, ugye Ausztriában látjuk a Snéberget a fertőtó felett, egy alpin klímával, aztán akkor a Soproni hegység az már egy, egy szubalpin klímát hoz, aztán ott a Szárholom, ami egy csodálatos élővilággal rendelkező, csodálatos növényvilággal rendelkező terület, hogy csak egyet említsek, például a Boldogasszony papucsa, vagy a különböző orhidea félék, kosbor félék, amik ott előfordulnak, ez egy mézkövön van, érdekes módon ennek egy szubmediterrán klímája, van és akkor leírunk a fertőtóra, és a fertőtó keleti felén pedig már gyakorlatilag az alföldre jellemző csapadékviszonyok és klimatikus viszonyok uralkodnak és ennek a túlnak a kialakult hatalmas nádrengetege, a nádrengetegben található csatornahálózat, ez az egyik olyan különlegesség, ami a legnagyobb vonzerőt jelzi. Ezt meg is próbáljuk kihasználni, meg is próbáljuk bemutatni az ideérkező vendégeknek. Kenutúrákat szervezünk ezen jelenleg, mint egy 2000 ember vesz részt évente. Egy újabb program keretében úgynevezett szolárhajókat szereztünk be, ezeket napelemek hajtják, van egy, egy kis hozzátartozó szigetecska, ami napelemből áll, gyűjti a napenergiát, és akkor az utashajóra ezt át konvertáljuk, és így gyakorlatilag teljesen tiszta energiával működik ez. Ez is egy nagyon jó program, amit szívesen látogatnak. Ehhez kapcsolódóan el kell mondani azt, hogy a fertőtó nádasainak a vízügyjel közösen, észak a Vízügyi igazgatósággal közösen egy projektből megújult a csatorna rendszer. Ennek áramlástani okai vannak, hogy a friss biztosított legyen a, a fertőtó nádasaiba És ezért mintegy 76 km csatorna került megkotrásra, és úgy néz ki, hogy működik is ez a rendszer. Beindult a, a, a vízmozgás, és a korábban a nádaratás okán húzott csatornák, amelyek különböző apró parcellákra osztották a nádast, így gyakorlatilag megbontásra kerültek, és együtt tud dolgozni, együtt tud lélegezni a fertőtó a vízmozgással. A halak is visszanyerik a, a az ívóhelyeiket, tehát horgászturizmus szempontjából is azt hiszem, hogy egyre jobb ez. De egyébként a horgászat-halászati tevékenység is az igazgatóságnak a, a feladatai közé tartozik. De nagyon sokrétű ez a tevékenység, amit még itt végeztünk. Közelmúltban például a mi feladatunk volt a meglévő kerékpárútaknak a helyreállításának a koordinálása egyrészt, illetve a fertői, a fertőrákosi dombsoron átmenő új kerékpárútnak a, a kivitelezésének a koordinálása is a feladatunk közé tartozott. Én azt remélem tőle, hogy most, mivel már körbe van kerékpárút a Fertőtavon, a korábban sajnos ausztriai oldalon maradt turisták újra visszaszoknak a Fertő a magyar oldalára, és felendülést hoznak ezáltal az itteni településekre, illetve az itteni településeken működő vendéglátóipari egységekbe, illetve hát a nemzeti parknak az attrakcióit is látogatni fogják. Mekkora a látogatottság <laughs> egyébként a nemzeti parknak? Most Inkább igen, összevetésben igen, igen. gondolom, hogy biztos van erre adat, hogy a Hortobágyon, a, a Dráva Nemzeti Parkban. Mekkora, tehát mennyire népszerű a Fertőhánság Nemzeti Park? Viszonylag nehéz mérni ezt a látogatottságot, mert tényleg Hortobágyot említettem, mondjuk ott ki a pusztába, el lehet vinni úgy az embereket, hogy ott felülnek vagy beülnek valahova, és ott regisztráltan tudnak csak oda belépni. De nekünk a műutak azok gyakorlatilag bemennek a területben, vagy a területnek a szélén mennek. A regisztrált látogatóinknak a száma azért 40 ezer körül van jelenleg évente, ezt szeretnénk emelni, ezt a látogató számot a nem regisztráltak, tehát akik csak kerékpára, körbe kerékpározik a fertőtavon, megáll valahol, fölmegy egy kilátóra, ránéz az élőhelyrekonstrukcióinkra konstrukcióinkra, az ott megtalálható madárvilágra, az százezres nagyságrendet ér el. Említettem az élőhelyre konstrukciókat, nagyon fontos dolgok, fertőtavon, tavon, hanságban is létrehoztunk ilyeneket. Ezek az egykor volt, aztán leszárított élőhelyeknek a helyreállítását jelentik, ezek ilyen vízes élőhelyrekonstrukciók, konstrukciók, Fertő térségében hoztunk létre ilyet. Ez azért jó, mert az útról, a kilátokról gyakorlatilag láthatja az ideérkező látogató azt az attrakciót, ami gyakorlatilag benne a tóba van, ahol, ahol, ott szétosztik, és oda ő nem igen tud bemenni, vagy csak kísérettel, vezetéssel tud bemenni, de itt az út széléről a kilátókról ott koncentrálódnak ezekben a kis tavakban az élőhelyrekonstrukciók. Ugyanezt a hanságban is végrehajtottuk egy 416 hektáros, egy 550 hektáros élőhelyrekonstrukciót, és talán ami még nagyon érdekes a hanságban, hogy a hanságban él egy viperafaj, egy mérges kígyófaj, de ezek olyan kis ártalmatlan kis kicsi élőlények, hogy például a vaddisznók előszeretettel fogyasztják őket, amikor még hideg hajnalokon ők még nehezen tudnak mozogni, és éppen ezért az ő védelmükre olyan kerítéseket kellett építenünk, amik elektromos kerítések, amik a vaddisznót kívül tartják az ő élőhelyükön, hogy meg tudjon maradni ez a harlagi viperafaj. Milyen különleges, más különleges állatfaj tűnt fel? Akár egyébként sokat beszélünk a klímaváltozásról is, ugye emiatt esetleg kicsit délebbre szorult, vagy éppenséggel éjszakabbra érkezett. Van-e ilyen, ami, ami különleges? Hát ami most éppen aktualitás is jelent, ugyan nem olyan nagyságrendben, mint a hortovágy, például a darvaknak a húzását itt is lehet látni. Hát most már néhány száz példány is előfordul, a fő vonulási útvonaluk az Magyarországon hortobágyon megy keresztül, tehát az ottani százezes nagyságrendet itt nem tudjuk, de azért ha aki szemfüles, kimegy tárcsója körben, és lehet látni a tarlókon is darvakat, illetve repülni és lehet látni daruféleket. Más, ami megjelent itt a környéken, például nem védett állat, de korábban nem volt például az aranysakál, előfordul a nádi farkasnak, toportjának is mondták régebben, előfordul a fertőtó a jellegzetes vonyítását lehet hallani időnként, és sikerült ilyen önműködő kamerával már az magyar határnál kölyköket is fotózni, tehát ez is egy új fauna elem itt a fertőtavon. Igazgatóra a beszélgetésünk végén említsük meg azt, hogy milyen az együttműködés egyébként az osztrák oldallal, tehát ez, ez jónak mondható, kielégítőnek. Igen, nagyon jó együttműködésünk van, sajnos az osztrák oldal most éppen egy váltás van, mert nyugdíjban megy a vezetőség, gyakorlatilag egyöntetően igazgató is változni fog, de amúgy nagyon jó együttműködésünk van, ezt nemzetközileg el is ismerték. A 2010-ben az Abruzzo Nemzeti Parkban vettük át az Európark Föderációtól a kiváló határmenti együttműködésnek az elismerő <kül> oklevelét. Ezen túl viszont napi együttműködésben vagyunk, hiszen egy határ kettévág egy egy tájat, de ez a táj azért összetartozik, ezt valahol egységes metódusok mentén kell kezelni. Az osztrák kollégák is ugyanúgy szürke marhát tartanak, bivajt tartanak, tehát nem a, a kecsket, kalapot és a bőrövidnadrágot tudják itt az osztrákok bemutatni, hiszen ez egy pannon táj ugyanúgy hasonló módon, mint ahogy nálunk van ez. Igazgató úr említette, hogy néhány hete volt a pont a 25 éves jubileum alkalmával, hogy összejövetel, és ott azért elhangzott egy bejelentés, hogy az országban található nemzeti parkokat fe, tovább fejlesztik. Ez mennyire érinti a Fertőnság Nemzeti Parkot? Igen, különböző pályázatok útján további fejlesztéseket hajtunk végre. Most a Kehó pályázatok vannak éppen ezeknek a behadása. Az egyik a hanságban végrehajtandó Kehó pályázatunk az már támogatást nyert, az 1,7 milliárd forintos támogatás, ott egy új állattartó telepet alakítunk, illetve élőhelyeket fejlesztünk, és egy másik pályázatunk, amely a fertőtó menti gyepeknek a helyreállítását szolgálja, ez is beadásra került, a döntésre várunk, ez egy olyan 800 millió forintos pályázat, és még a fertői vízi turisztikát is szeretnénk fejleszteni majd pályázatos módon. Nagyon kevés időnk maradt, mondjon, legyen szíves néhány olyan programot nézőinknek, amelyre esetleg a közeljövőben érdemes lesz ellátogatni. Hát most a őszi, téli időkben a, a, vadludaknak a látványa érdemel említést. Én azt javaslom, hogy a Nemzeti Park, Park program fizetében, hogy honlapján megtalálható programokból tudnak választani, és a libahúzást érdemes megnézni, de 30-40 ezer példányt lehet látni röptében. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és további jó munkát kívánunk természetesen önnek és a munkatársainak is. Köszönöm szépen munkatársaim nevében is. Örülök, hogy itt lehetnek. Kedves mm -hmm. nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!